ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mind örökké. Amen. Szeretett testvérek, hallgassuk meg hittel és figyelemmel a mai napra Judiká bőjt 5. vasárnapjára kijelölt új szövetségi igénket. Megírt találjuk a zsidókhoz írt levél 10. fejezet 19. versétől a következőképpen. Az igét helyünkről felállva hallgassuk meg még otthonainkban is. Mivel hogy azért atyám fiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk, új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által. És lévén nagy papunk az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. És testük meg van mosva tiszta vízzel, tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett, és ügyeljünk egymásra a szeretetre és a jó cselekedetekre való felbuzdulás véget. El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást, annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Helyet. Drága testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, akiben van a mi üdvösségünk. Éppen egy hónappal ezelőtt dr. Fabinyi Tamás elnökpüspök szolgálatra indított ebben a templomban, Olivérrel, a parókus lelkészsel együtt áldással bocsátottak útra. A szolgálat programja a gyülekezet plántálás. Most úgy tűnik, hogy lehetetlen a plántálás. Üres a templom, néptelenek a tervezett alkalmaink. Úgy látszik, mennyei gazdánk jelt ad, és visszakozót parancsol, amikor azt mondja, ne akarj palántázni, amíg nem vetettél. Így van. Nincs palánta és nincs plántálás. De van vetés, igeszórás, vetés, amiből majd kihajt a palánta. Most látjuk, híradókban halljuk, mi is azt tesszük, hogy a gyülekezetek, az egyházak, mivel nem mehetnek templomba, úgynevezett online istentiszteleteket tartanak. Én most egy másik idegen szóval váltanám ezt ki, broadcasting. A műsorszórás, a rádió és a tévé közvetítésnek a szakkifejezése ez. De hogyha jobban megpiszkáljuk ezt a szót, akkor látjuk, hogy mást is jelent. Azt is jelenti, hogy széles mozdulattal szórni, széles mozdulattal szélesen vetni. És bizonságot tehetek róla, drága testvéreim, hogy elérkezett az ige széles szórásának az ideje. A szentendrei templomunkban maximum 120-150 ember fér. Optimális esetben vasárnaponként tehát ennyi testvér szívébe hullhat a csodálatos vető mag, az ige. A múlt vasárnapi istentiszteletünket ennek a létszámnak 10-szerese haladta meg. Tapsoljuk meg a Teremtőt, hogy ma is igaz a József szájába adott szó. A vírus rosszat gondolt, de az Úr Jézus ezt az inséget jóra gondolja fordítani. Hogy toporzékol a személyes gonosz, kélegni akart az üres templompadokban, és 10-szer annyi embert ért el az igehirdetést broadcastingolva, szélesen szórva otthonokba, szívekbe az igét. Olivér testvér, drága munkatársak, szentendrei evangélikusok, gondoltátok volna ezt valaha? És a lelkész múlt vasárnap jó magot vetett. Én is meghallgattam feleségemmel együtt, igét hirdetett,
szívbe hullott. Aki egyébként nem látta, hallgathatja, megnézheti az interneten. Kezdjük, vagy folytassuk akkor a vetéssel. Elő kell készíteni a talajt. Nagyon jó a talaj előkészítésére a barázda. Az ige szórásához az egyházi esztendő ez a barázda, ennek az üzenetének a figyelembevétele. Amikor szolgálatra bocsátottak az imént látott képeken, a vasárnap üzenete így hangzott, Böjt első vasárnapja, invokábit mé, azaz, ha segítségül hív engem, mondja az Isten, meghallgatom. Ma ezt halljuk a 43. Zsoltárból. Ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség ellen, az álnok és hamis embertől, szabadíts meg engem. Édesapám nagytartsai lelkészként nagyon tartotta magát a liturgia komolyságához, az egyházi esztendő ünnepeinek hangsúlyozásával. Nagytartsán a népviseletes asszonyok liturgikus színeket öltöttek magukra, például Böjtben dominált a lila szín. A hagyomány tisztelet ellenére, vagy éppen miatta ebben a gyülekezetben alakulhatott meg Magyarország első keresztény gitárzenekara, 1965-ben a Hermons együttes. Most 50 évvel ezelőtti éneket hallgassunk meg, én is próbálom énekelni. Judiká vasárnapjára írtuk kamaszos szöveggel, kamaszos hangszerelésben. Szólj, Uram, hallgatom, nyilvánítsd meg szent akaratod, ítélj meg engemet. Szólj, Uram, hallgatom, nyilvánítsd meg szent akaratod. Ítélj meg, ó Uram, engemet, már látom bűnömet. Ígérem, elhagyom, s csak te rád gondolok, a mennyben lakozom. Ítélj meg, ó Uram, engemet. Ha Jézus Krisztust választom bírómul, akkor ő kegyelmez nekem. A mennyekben lakozom, szólt a kamaszkori dallam és a megfogalmazás. Judiká vasárnapja jelzés értékű. Hogyan ítélem meg a kilátásaimat? Hogyan ítéled meg a kilátásaidat? Életemben először 1990-ben voltam börtönben. No, senki ne botránkozon, de ne is legyen előítélettel. Nem mint elítélt voltam ott, hanem mint filmes. Forgattam a balassagyaranti börtönben, akkor már mi keresztjének is bemehettünk, Isten tiszteleteket tarthattunk. A börtön parancsnokkal készített riportban föltűnt nekem, hogy sokszor mondta, nem azt mondta, hogy így gondolom, vagy úgy vélem, vagy ez a meggyőződésen, azt mondta, úgy ítélem meg. Magamban azon mosolyogtam, hogy hát ez egy szakmai ártalom. Igen, de az utca embere is ítélkezik. Egy nagy darab férfi riportalany mondta az elmúlt napokban a televízióban. Ez a vírus úgy túl van lihegve. Megdöbbentem, összereszkedtem, és arra gondoltam, hogy talán nem sokára én is ott fogok lihegni az egyik intenzív osztályon. Nem bölcs dolog a rémhírterjesztés természetesen, a dolgok nagyítása, de a veszély leértékelése tragikus lehet. Az első bűneset kapcsán is valami ilyesmi történt, leértékelték. Mintha azt mondta volna a kígyó Évának, hogy hát az Isten túllihegi a dolgot, de hogy is haltok, mert nyugodtan egyetek a fagyümölcséről. Igen, így veszik sokan keresztények közül is, hogy túl van lihegve a megtérés sürgetése. Túl van lihegve a bűnbánat tartása, túl van lihegve az Úr Jézus követésére való felszólítás és a mennyországra való gondolás. A Biblia tele van egyébként nagyon sok tanítással, tanáccsal az ítéletről és az ítélkezésről. Most két kiemelkedőt említek. Salamon bölcs ítéletét. Tudjuk, hogy a két asszony elmegy a Salamonhoz, mint bíróhoz, hogy döntse el, ki a gyermek. És a hazug, a gonosz anya
aki megölte a saját gyermekét, az azt mondja, hogy nem, igaza van a bírónak, vágják ketté, se nekem, se neked. Igen, a se nekem, se neked álnoksága ez az egyik, mert csak kétfajta csoport van a világon. Az egyik tehát a se nekem, se neked álnoksága, a másik, az inkább adjátok neki, édesanyai sikkoly, életféltés. Ez az Isten életféltése. 1 Korintus 4:5-öt olvasom, mint másik igét. Pál apostol írja, azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jó az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szívnek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lesz dicsérete. Külön kellene szólnunk a végítéletről, mely teljesen kimarad a mai ember etikájából és világnézetéből. Mi minden Isten tiszteleten elmondjuk, hogy Jézus Krisztus az Atya jobbján ül, és onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Szeretett testvérek, ha legközelebb mondjuk a hitvallást, hasson meg bennünket. Ne csak elhadarjuk, itt egy pillanatra égessen meg bennünket, rezzentsen meg bennünket. Komolyan tudom venni, hogy érkezik az ítélőm és az ítéletem? Amolyan vasárnap tehát, Judika az igaz bíróról szól. Pál írja, 2 Timóteus 4:8-ban olvasom, végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Uram a napon, az igaz bíró, nem csak pedig nekem, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Jézus tehát az igaz bíró, aki magán hajtja végre az ítéletet. Jézus az igazi főpap, aki magát áldozza föl nyilvánosan. Nem a kárpit mögötti karanténben, nem, hanem a Golgota kifordított szentélyén. Álljon előttünk most éppen ezért pár szimbólum az ítélethozattal területéről. Itt van a paragrafus. Milyennek tartod ezt a jelet? Szimpatikus vagy nem? Mit jelent ez a görög P betűből szimbolizált jel? Nehezen találtam rá a billentyűzeten, pedig ott van az elsőn, a nulla fölött. Jelentése a görög eredeti megértéséből kiszélesedett a számunkra. Para, mellé, grafo, ír. Tehát mellé írás, a következő bekezdés, a következő szakasz. Az Ószövetségben az íráson a törvényt, a 10 parancsolatot és a profétákat értették. Nos, ez az írás mellé az új paragrafus, a Szentlélek munkája által az új írás, az új bekezdés, az új szövetség. A Biblia új paragrafusa tehát az evangélium, az új szövetség. Ez az evangélium beszél arról, hogy a Teremtő keresi a kapcsolatot az emberrel, akit elveszített a bűneset miatt. Ezért egy népet választ ki, akiket arra kér, hogy misszionálják a pogányságot, az Éden kirekesztettjeit, Bábel szétszórtjai gyűjtsék össze. Nem történt meg, nem sikerült. Végül úgy dönt a Teremtő, aki szereti az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtett embert, hogy saját maga, a fiú, a testélet ige formájában jelenik meg itt a földön. Jelt kívánnak tőle, és azt mondja, Máté 16:4-ből olvasom, egy gonosz és paráza nemzetség jelt kíván, és nem adatik nekik jel, hanem ha Jónás profétának a jele. Vagyis ha Jónás 3 napig volt a cethagyomrában, úgy ő is a halál martaléka lesz, alászáll a poklókra, megint a hitvallásra térek vissza. És elindul a Golgota felé, mert nekünk olyan Istenünk van, aki bíró létére vállalta Kajafásék és Pilátusék ítéletét, melyet végrehajtottak a Golgotán. Paragrafus után következzen a másik szimbólum, itt látunk a kalapács. Bár a magyar bíróságokon állítólag nem használták, de más országokban szimbólumként is szerepel. Amerikai filmekben látjuk a bíróság ítéletponton üt a fakalapáccsal. A bírósági gyakorlatban egy tárgyalás
szakaszának a befejezése vagy fegyelmezés volt ennek az eszköznek a használata. De ezt az eszközt nem csak bíróságokon használják, hanem az árverésekkor, a vásárlás lezárásakor hangzik a kalapácsütés, senki többet. Igen, ez történt a Golgotán is. Egy világ méretű ítélethozatal kalapácsütései szegezték Jézust a fára. Azok a kalapácsütések a bírósági kalapácsütések is. De ezzel egy időben kettéhasad a templomban a szentét eltakaró kárpit. Jelt adott ezzel az Isten. A karanténba zárt üdvösség kiszabadult. Kinyílt a szentek szentje. Pál apostol Jézus főpapi szolgálatáról beszél. A papság intézménye a világ összes törzsénél és népénél megtalálható. Az ember elemi vágya a génjeiben van helyezve az éden emlék. És ez az éden emlék miatt, hogy kiengeszteli az Istent, ezért mutat be áldozatot. Ezért próbálkozik valamivel kedveskedni, valahogy kapcsolatot teremteni az Istennel. A nagy fordulat az új paragrafussal jelenik meg. Azt mondja az Isten, ember, nem utasd be többet nekem áldozatot, mert semmire nem alkalmas. Nem éred el vele a célt, nem lehet átidalni a bűn, a bűnös ember és a bűntelen Isten közti szakadékot. A megoldás az, hogy én mutatok be neked áldozatot, méghozzá saját magamat. A golgotai kalapácsütések egy árverést is bejelentenek. Igen. A Teremtőisten Jézus Krisztus halálával megvásárolta az emberiséget. Drága áron váltott meg téged. Drága áron váltott meg engem. Kiváltott a bűn adósságából. Ezért kérem, hogy ő legyen a bírom, mert ő volt a megváltóm is. Olvastuk, olvasom megint igénk utolsó szakaszát, és ügyeljünk egymásra a szeretetre, és jó cselekedetekre való felbuzdulás véget tegyük mindezt. El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást, annyival inkább, mert látjátok, hogy a ma nap közelged. Mostani világi járvány idején sokunkban fölsejlik az utolsó idők jele. Mi ez a jel? Biztos, hogy a katasztrófák, a járványok csak a jelei az utolsó időknek? Biztos? Vagy vannak más jelek is? Vannak. Ezek a jelek a nyomorúságban kitartó testvérek, ti, akik ebben a gyülekezetben is olyan odaadással jelentkeztetek a különböző szolgálatokra, láttam a levelezésben. Isten rajtunk, rajtatok keresztül akar jelt adni a világnak, a gyülekezetünknek. Nem járvány jelet, hanem hit, remény, szeretet jelet. Innen légvonalva nem messze, a Naszály hegy mögött lapul egy kis falu, Ősagárd. Nagy ébredéseknek voltunk tanúi az 1980-as években. Egy alkalommal a templomban nem járó volt pártitkár Pauló Mihály halálos ágyához hívtak úrvacsoráztatni. És csoda történt a falu széli házban. Mihály bácsi elfogadta az Úr Jézust, és így ment át az örökké valóságba, a mennybe. Mihály bácsi elfogadta az Úr Jézust. Megtért. A megyei párt bejelentette a családnak, hogy ő fogják eltemetni, saját halottjuknak tekintik. A család viszont állította, hogy a papa az evangélikus lelkész kérte meg a temetésre. Mert ez a lelkész meglátogatta a halála előtt, érveltek. Óriási feszültség kezdett kialakulni, mert a család nem engedett. Végül abban egyeztek meg, illetve egyeztünk meg, hogy a párt kezdi a ravatalnál a temetést, és mi folytatjuk a sírnál. Ott álltam a ravatalnál, hónam alatt a Luther kabáttal, és szívemben a szorongással.
a TÜSZI, társadalmi ünnepségeket szervező iroda szónoka, sarmos dolgokat emlegetve, a borongos felhős napon véletlenül éppen arról szólt az előre leírt beszédje alapján, hogy milyen gyönyörűséges az emberi tudás napsugara. Elmentünk a sírhoz, iszonyatos boros idő volt, és elkezdtünk énekelni. És ekkor egy olyan dolog történt, ami máig is megviseli a lelkem. Az ének hangjára széthasadtak a felhők, és Paulo Mihály koporsóján ott csillogott a temetőre vetülő fénynyaláb. Jelt adott az Isten. Nem a halál jelét, hanem a föltámadásét. Nem a sötétség komorságának nyomasztó jelét, nem az ítélet jelét, hanem a föltámadás fényét. Tegyünk mi is úgy ezekben a járványboros napokban, hetekben és talán hónapokban, mint Reményik Sándor, aki a Szerenád című versében a következőket írja. Már a száműztem minden földi dalt, a lelkem messzi magasba vágyott, adok az Istennek egy szerenádot. És íme a felhőkárpit meghasad, gyertyaláng libben a függöny alatt, s hogy észrevette? Jelt áld az Isten. Imádkozzunk. Urunk, drága Jézus Krisztus, te a keresztfa szögeire mért csapásokkal drága árverést rendeztél, és drága áron véreden váltottál ki a pokoli méretű adóságomból. A kalapács ütések után lezárult az ítélet, és te azt mondtad, elvégeztetett. Neked ez borzasztó volt, de nekünk a szeretet Istenének a jele. Köszönjük, hogy nem csak az utolsó idők katasztrofális jeleit mutatod, hanem jelenléted, mellénkállásod, örök szereteted jelét is. Sok-sok gyülekezeti tagunk igyekezetét, gondoskodását reményre, gyógyulásra, és ha jön az óránk, boldog találkozásra te nálad. Kérünk, fogadd el ima szerenádunkat, és adj jelt, ne járványosokat, hanem reményeset, ébredésest. Amen. Az orvosok orvosa őrize meg gyülekezetünket, gyülekezetünk idős tagjait, családjait, hittanosait. Erős vár a mi Istenünk.